Üdvözöllek benneteket újra a csatornámon, és ahogy megígértem nektek, a mai nap a babalátogatás etikettjének a második, és valószínűleg az utolsó fejezetet látjátok. És ez azért készült el, mert nagyon sokan vagyunk úgy, hogyha megyünk egy babalátogatóba, akkor fogalmunk sincs, hogy mit vigyünk ajándékba, és hogyha már megtanultuk azt, hogy mit csináljunk, vagyis inkább, hogy mit ne csináljunk, akkor most nézzünk egy olyan pozitív dolgot, hogy mi az, aminek biztos, hogy örülni fog egy anyuka, vagy egy újszülött bébibogyó, vagy az egész család. Az első, amit felírtam, igazából 8 pontot foglaltam nektek össze, amit szeretnék kifejteni bővebben, remélem egy kicsit hasznotokra válik. Az első az a pelenkatorta. Mi keresztelőre kaptunk most életünkbe először pelenkatortát, eddig soha, én rettenetesen örültem neki. Amit mondanék, hogy kérdezd meg először, hogy milyen pelust használ, és abból alkoss egy egyedit. Nagyon szép pelenkatortát kaptunk, amit nagyon-nagyon meg is lepődtem. A családunkból nem gondoltam, hogy valaki van, aki ilyen kreatív, hogy ezt megcsinálja. Az egyik legnagyobb sikert aratta nálam, én tényleg nagyon-nagyon örültem neki. Aha, még eszembe jutott egy plusz egy, úgyhogy ezt még gyorsan felírom. Szóval a pelenkatorta, és ennek a tetején volt egy ilyen tanuló kutyus. Ők megkérdezték, hogy mit szeretnénk, én mondtam, hogy azt, mert az összes gyerkőznek van, mindenkinek megvan, hogy ez a sajátja, és ezt nem szereti odaadni a másiknak, amit abszolút megértek és tolerálunk. Úgyhogy egy pelenkatortának a tetején volt egy tök cuki tanuló kutyus, és hát ez egyik kedvenc ajándékunk volt. Nagyon szépen köszönjük, és a mai napig is azt mondom, hogy az első, amivel tuti sikert aratsz, a pelenkatorta, kivéve, hogyha az anyuka 100%-ig mosi pelusos, mert ugye mostanában hatalmas korszakát éli a mosi pelus, ami amúgy tényleg nagyon jó dolog, bár én magam talán nem tudnám azt úgy végigcsinálni, ahogy kellene. Viszont, hogyha nem mosi pelusos, sőt nagyon sokan azt mondom, hogy akik mosi pelusosak is, éjszakára normál eldobható pelenkát adnak a kicsire, hogy ne ázzon át, és ne kelljen túl sokszor felkelni, ezt látják praktikusnak, úgyhogy ha valakinél azt látjátok, vagy azt mondja, hogy mosi pelusos, akkor is kérdezzetek rá, hogy esetleg éjszakára nem-e használ pelust. Aztán a második az, aminek én nagyon örültem, az a DM ajándék utalvány, ami azt jelenti, hogy például nem szerettem, hogyha valaki hoz egy tusfürdőcsomagot a babának, vagy babaolajat, vagy babafürdetőt, vagy akármit, viszont egy utalvány, amennyit erre rászánsz, ha 10 eurót, akkor 10-et, hogyha 5000 forintot, akkor 5000-et, ha 10000-et, akkor 10000-et, amennyit te gondolsz, és ezt odaadod, biztos vagyok benne, hogy ezt szeretettel fogják használni, és ezzel nem foghatsz mellé. És ez nem csak a DM-re vonatkozik, hanem mint többször kaptunk ajándékba drácsikkártyát, aminek szintén örültünk, ezt egy kisbabánál is szerintem lehet használni, mert rengeteg ilyen a csillagot vetítő kismaci van, vagy rengeteg ilyen rágóka, meg csörgőzörgő, szóval ez az ajándék utalványa biztos, hogy soha nem lőhetsz mellé. És emellett ugye az egyik pontom az az, hogy ez a 8-as pontom, de azért ezt hozzáteszem, hogy ugye az ajándékutalványa mindenki úgy van, hogy most tényleg adj egy ekkora kártyát, mikor mész, aztán viszlát. Nem, hanem szerintem tök jól esik az, hogyha az anyukának viszel egy csokor virágot, az apukának pedig egy üveg bort, és úgy gratulálsz, és hogyha mondjuk rá beleteszed a csokornak a tetejébe egy masnival átkötve azt a kis ajándékutalványt, akkor ez már egy elegáns ajándék, és biztos vagyok benne, hogy hasznát veszik így egybe. És nem azt mondom, hogy köttess egy 10.000 forint értékű csokrot annak az anyukának, mert ugyanúgy fogja értékelni, hogyha egy 1000 forintos pár szál virágból kötesz neki egy csokrot, mert ez egy gesztus, ami én az első gyerkőznél kaptam az egyik barátnőmtől, azóta talán nem, de cserepes virágot ugyan azoktól, akik a pelenkatortát hoztak, mert tényleg ők mindig lesznek a lábamról.
Na mindegy, ez egy nagyon jó ajándék így egybe, és biztos vagyok benne, hogy hasznos. És szerintem az apukának is az átvirasztott éjszaka után biztos, hogy jól fog esni egy pohár bor. Aztán a harmadik az, hogyha mindenképpen szeretnél venni valamilyen hát plüssmacit vagy valami, akkor inkább azt mondom, hogy ezektől ments meg az anyukát, vegyél egy ilyen plüss pokrócot, takarót, ami puha, és egy takaróból soha nem elég, egy kis pokrócból, ami olyan puha, plüssös, abból tényleg soha nem elég, mindig kell az óvodás időszakra, kell egy kis piknikezéshez, kell a babakocsizáshoz, tuti, hogy nagyobbként le fogja enni, tízszer le fogja bukizni még pici. Szóval a kis plüss pokrócokból soha nem elég, szerintem ezzel is mindig nyert ügyed van. Szerintem egy dologra figyelj, nézd meg az anyukának, meg az apukának a stílusát, nem biztos, hogy egy agyon mintázott 10 fajta színű pokróc kellene, nem csak egy színű kék, vagy szürke, vagy valami letisztult stílus. És hogyha esetleg, ja igen, jó, nem nevem nemet, még a következő pontokban is van, ami hasonló. Szóval a negyedik pontom az a segítséged. Gyakorlatilag, hogyha odamész, gratulálsz, ha visszel egy táblacsokit, és azt mondod, hogy te nagyon szívesen levinnéd a nagyobb gyerekeket mondjuk rá holnap délután egy 2 órára a játszótérre, hogy egy kicsit pihenhessen az az anyuka, hogy szeretné-e, hogy ilyen besegíts neki, vagy elmenjél bevásárolni esetleg, ha nincsenek nagyobb gyerekek, hogy esetleg megkérdezed azt, hogy tudok-e segíteni, írsz egy bevásárló listát, elmegyek, vagy hozok neked egy giroszt a csarnokból. Én mondjuk rá többször, főleg még kismama voltam, az egyik legjobb barátom, többször hozott nekem giroszt, és oda voltam érte. Aztán ilyen hasonló dolgok. Vagy megkérdezed, hogy esetleg ha éjjel nem aludtál jól, akkor szívesen leviszem a kicsit egy 2 órára sétálni babakocsival, amíg úgy gondolod, hogy el van ide a környékbe, hogy bármi van, fel tudjak jönni. Ez nem azt jelenti, hogy elviszem 2 faluval odébb. Szóval értitek, az ilyen te segítséged, és az a segítség, amire a családnak, vagy a szülőknek, hogy az anyukának szüksége van, nyugodtan kérdezd meg, hogy miben tud segíteni. És ajánld fel, ne azt mondd, hogy segítsek valamit, mert úgyis azt mondja, hogy köszi, nem kell. Hanem ajánld fel, hogy te ezeket szívesen csinálnád, vagy ha te imádsz sütni, vagy imádsz főzni, akkor mondd azt, hogy te ezekbe tényleg szívesen hoznál neki tál spagettit. Ennyi. Az ötödik az a ruci, szerintem egy bodival, vagy egy kis nacival, vagy egy kis szettel, soha nem lehet mellélőni. Szerintem az első időkben az anyuka mindig vesz egy jó pár dolgot, mondjuk rá 50-56-osat ne vegyél, hanem inkább vegyél 62-eset, ami egy 5-6 hónapos babára jó, vagy fél éves korra, mert azokban biztos, hogy van, és hogyha nem is most, akkor tudja használni egy picit később. A hatodik az én kedvencem, hogy mindig azt mondtam, hogyha megszülök, akkor szeretném, hogyha kapnék egy nagy, vagy ilyen héliumos lufit, és egy csokorvirágot. A csokorvirágot beszerette volna hozni anyukám, az nem sikerült, mert hogy a szobában, pici szobában voltunk, nagyon sokan így mondtam, hogy ezt inkább nem, mert a virágillat nem biztos, hogy jót tesz egy csomó gyereknek, vagy egy csomó anyukának, úgyhogy, és helyem se lett volna hova tenni. Viszont a húgom behozott 3 darab lufit, 2 lufi, és mindegyik héliumos volt, le tudtam tenni a kiságy mellé, el is tettem emlékbe. Nekem bár én ezt konkrétan megmondtam, hogy én ezt nagyon szeretném, és a húgomnak, igazából amikor kismama lettem, akkor mondtam neki, hogy fogsz nekem hozni lufit, és mondta, hogy igen. Nekem az egyik top ajándék, tényleg. Akár egy gólya van rajta, és üdvözlünk, vagy tényleg Isten hozott, vagy bármi, ami rajta van, és ami neki száll. Szerintem az egy tök jó dolog. Legalábbis én örültem neki nagyon. Aztán a hetedik az a személyre szabottan, a család fele. Hogyha esetleg megkérdezed, hogy mit szeretnének, megkérdezed, vagy nagyjából, hogyha közelebbi kapcsolatban vagytok, akkor tudod, hogy egy éjszakai fényre lesz szüksége, vagy esetleg szeretne az anyuka egy
hordozó kendőt, hogyha én, amikor megszületett Nataniára, másfél hetére vettem egy ilyen rugalmas kendőt. Ilyeneknek szerintem nagyon örül egy... Nagyon örül egy anyuka, csak mindenképpen kérdezzétek meg előtte, hogy mi az, amit ő szeretne, vagy mi az, ami még hiányzik, úgymond a babának. Ha nem vett mondjuk rá csak 5 textilpelust, és akkor az lenne, aminek örülne, biztos vagyok benne, hogy megmondja, hogy nagyjából mit hozzál. Ez, vagy esetleg egy könyvet. Én például nagyon örülök a könyveknek, ahogy meg is mutattam több videóban, anyukám csináltatott konkrétan a Nataniel nevével könyvet. A könyv az ember legjobb barátja, az én nagymamám mindig azt mondta. Ez tényleg így is van, én is így gondolom, és az elkísér egy életen át. Nagyon sokszor olvassuk ugyanazt a mesét, most már Nini is 1 éves elmúlt, egyre inkább őt is érdekli, vele is leülünk, és azzal szerintem nem lehet mellélőni, amit tuti, ne vegyél egy méteres nagy plüssmackót, mert biztos, hogy hát nem kivágnak vele, de az inkább teher. Egy kicsi könyv, vagy ilyesmi szerintem sokkal jobb ajándék. Vagy esetleg egyedi játékok. Egy olyan baba például, fiúnak vagy lánynak is mindegy, ami egy rongybaba, vagy amit úgy szoktak horgolni, és benne van a kicsinek a neve. Ami egy emlék, amit meg tud őrizni, nem egy plüssmaci, ami be fog kerülni a 878.000 közé egy hatalmas nagy dobozba, és előbb-utóbb úgy is kivágja az anyuka, mert porfogó is, ha nem is most, de 10 év múlva tuti. És ez pedig egy egyedi szép ajándék. És ebbe se állt, hogyha megkérdezed, hogy citromsárgát szeretne, vagy világoskéket, vagy rózsaszint, vagy fehéret. Aztán, igen, itt a 8. pont volt, az a csokor virág anyának, és egy üvegbor apának. Aztán a 9. az a 8 plusz 1, ami így utólag eszembe jutott. Ha egy kicsit is hívő család, vagy ha nem, akkor is én anyukám bibliát vett, egy gyerek bibliát a gyerkőcöknek, amit szerintem nagyra értékelendő, és én, amikor pici voltam, nekem a nagymamám adott egy imakönyvet, egy ilyen icipici imakönyvet, ami a mai napig is megvan, és csak ilyen alapok vannak benne, mint a mi atyánk, vagy a én Istenem, jó Istenem, becsukódik már a szemem, és hasonló ilyen imák, amik elkísérik úgymond szerint az én életemet biztos, de szerintem másét is. Szerintem ezek is egy meghatározó, jó emlékek és jó babalátogatási ajándék. Annak is szerintem, aki nem hívő. Úgyhogy ennyi lett volna. Remélem, hogy tudtam egy picit segíteni nektek, hogyha kétségeitek vannak, vagy felmerült ez a kérdés, hogy mit vigyetek babalátogatóba. További szép napot nektek, sziasztok!